Áprili Lajos születésének 130. évfordulóját ünnepelték a hadikirodalmi szalomban a költő dédunokái és leszármazottai. Péter Fibori énekesnőt, Péter Fisarolt irodalomtörténészt és Gerlóci Márton írót kérdezte Juhász Anna. Egy olyan témát szeretünk volna hozni, ami mindannyiunknak nagyon fontos. Egy olyan egyetemes témát, ami az egyetemes magyar irodalmat, ami nekünk a mottónk, azt valamiképpen bemutatja. Idén nagyon sok évforduló van, hogyha megnézzük például 140 éve született Ady Endre, akiről már szintén beszéltünk, és a 130 éve született Ápri Lajos abban a sorban, akár azokban az évfordulós sorokban kapcsolódik, ahová a 120 éve született Tamási Áron és a 110 éve született Dzsida Jenő is, tehát az erdélyi magyar íróknak a körébe, akik nagyon-nagyon sokat tettek az egyetemes magyar irodalomért. Az Akarsz-e fény címen november 21-ére hirdetett programot a szomszédos Szatyorbárba helyezték át a szervezők a nagy érdeklődés miatt. Kinőtték a Hadik kávéházat, most itt ez az irodalmi szalon, hiszen annyi akkora érdeklődés volt, de úgy látszik a Szatyort is kilőtték, hiszen már a karzaton is minden hely elkelt. Gratulálok hozzá, gyakran növik ki? Köszönjük szépen, igen, ez most így adódott, hogy ebbe a szezonban, ugye szeptemberben is már itt a Szatyorban volt az estünk, most ez a novemberre is itt van megtartva. Igazából minden szezonban egy-két estünk szokott a jó nagy érdeklődésre tekintettel itt a nagyobb helyszínen megtartva lenni, itt ugye azért több mint 200-250 ember elfér. Én azt gondolom, hogy ez nem csak azért nagy szó, mert most éppen ünneplünk, és azért mégiscsak 7 év, tehát azért az nagyon sok idő az ember, ha csak magába gondol, hogy 7 éve milyen munkahelyen volt, milyen családi állapotban, és mi mindent csinált, ez hosszú idő, mi 7 éve minden hónapban itt vagyunk, mi nyáron is. Tehát, hogy nekünk nagyon sok energiánk van ebbe, de ami igazán elismerésre méltó, amit maga is mondott, hogy körbenézünk, és itt a közönség, tehát, hogy egyre többen vannak, és igazából, ha egy picit ilyen patetikus lehetek, akkor ez mégiscsak az irodalom diadala. Tehát, hogy nálunk igen, híres emberek is vannak, de mindig ugyanaz a kulcs, mindig ugyanaz a téma, és ez a téma, ami összefog minket, ez az irodalomnak a szeretete. A dédapjuk élete, munkássága mennyiben határozta meg azt, hogy önökből mi lesz? Valamennyire meghatározza nem feltétlenül egy ember életét az a közeg, amiben felnő nyilván. Hát most ez a kicsi volt az esély, hogy ügyvédek vagy orvosok legyünk, sajnos. Tehát azért hogy adta magát, hogy valamiféle művészi, vagy irodalom közé, vagy valami hasonló pályára megyünk, mert ebben nőttünk föl, ilyen közegben. Igen, én is ugyanezt gondolom, hogy közvetlenül nem határozza meg, de mégis hát olyan családban nőttünk föl, hogy meglepő lett volna, ha nem valamiféle, tehát a művészi érdeklődés valahogyan nem jelenik meg a pályaválasztásban. Aztán később ez az örökség, ez hogyan befolyásolta az életüket? Jelente az valamit, most konkrétan azon kívül, hogy ilyen irodalmi esteken, mint leszármazottak eljönnek, jelente ez valamit az önök számára, hogy mégis azért egy nagyszerű remek költő volt? Persze, hát az egy mérce is nyilván az embernek, hogy az egy érzés, hogy ezek a gének, ez a vér, ez az ereimbe csorog, és valamiféle maga felé az embernek egy ilyen elvárás, hogy bizonyos szint alá, tehát hogyha bizonyos szint fölött van a léc, akkor ő azért próbálja meg azt is az ő életével megugrani valahogy. Van a géneknek hatalma? Tehát tényleg nem csak tanulással, szorgalommal lehet elérni sikereket, hanem kellenek hozzá a gének is? Hát azt hiszem, hogy itt inkább a minta számít, tehát nem gondolom, hogy a génjeinkbe lenne feltétlenül kódolva a irodalom, hanem az a minta, amit kaptunk gyerekként, meg a történetek arról, hogy mondjuk az édesanyánk hogy nőtt föl a nagyapja társaságában, vagy nagyszülei mellett. Szerintem ez fontosabb, mint a gének. Meglepődtem, nem tudtam, hogy Áprili Lajossal ön is rokonságban áll. Miként leszármazott? Hát ez normális. Áprili Lajos harmadik legutolsó gyermekének az unokája vagyok, tehát az édesanyám anyja az ő lánya. Ez mit jelentett az ön életében, hogy kialakult a pályája, hogy erre adta a fejét, hogy íróvá válik? Befolyásolta az, hogy van egy ilyen felmenő? Bizonyára befolyásolta, ezt én már nem tudom megmondani, hát ez vett körül, irodalom, költészet vett körül, de ha jobban belegondolok, én nem azért kezdtem el írni, hogy kövessem valakinek a példáját, hanem alkatilag így adódott. Amit lehet, hogy tőlük örököltem, de az már más kérdés. Mennyire határozzák meg a gének ön szerint, vagy mennyire a tudás szorgalom az, hogy kiből mi lesz, mivé válik? Hát a szorgalom biztos, de inkább úgy mondanám, hogy jobb szeretek egyedül otthon
csöndben dolgozni főnök nélkül, tehát ez nekem egy megfelelő foglalkozás. Az ön számára már fiatalon megérkezett a siker? Én inkább dolgozni szeretek, örülök aztán, amikor olvassák a könyvet, de például ilyen szereplés az nem, különösebb engem nem érdekel. A munka érdekel, most is inkább az, azzal foglalkozom, hogy mit fogok majd dolgozni, nem pedig haknézni. És mind dolgozik most jelenleg? Hát ez a probléma, hogy semmi, tehát majd el kell kezdjem, és az hiányzik, hogy már dolgozzak. Inspirációk, ötletek, ebből elárul valamit? Ott megvannak előre egy jó 2-3 évre biztosan. A sorrend nem biztos, de megvan. Péter Figergely író az eseményen sajnos nem tudott jelen lenni, ő egy videóüzenetben válaszolt ezekre a kérdésekre. Péter is elmondta, hogy épp azt tartotta távol őt az irodalomtól, hogy az édesapja egy milyen neves alkotó. Ő neki a festék és terpentin szag, és a színház, és minden, ami a nagymamához kapcsolódott, ő neki az távol állt, de ugyanez a világ akár mondjuk Borit inspirálta, mert ő meg gimnáziumban igazából eldöntötte, hogy a színpad és semmi más. Ilyen legendák keringenek az édapáról, Ápril Lajosról. Róla annyira inkább a fia, a nagyapánk, ugye, aki költő volt, Jékeri Zoltán, inkább az ő élete volt legendás. A Lajos élete az inkább fegyelmezett volt, és szerény, és tehát ő, nála inkább ez az a legendás, hogy mennyire szerény volt, mennyire, hát ugye álnéven írt először, tehát azt se tudták, hogy tehát azt sem merte bevallani, hogy ez ő, aki írja ezeket a verseket. Tehát ő egy nagyon-nagyon szerény, furcsa ember volt. Mi nem ismerjük, úgyhogy talán attól legenda, hogy végülis ameddig úgy visszalátunk, igazán úgy kézzelfoghatóan a családfánkon, ő az, aki ameddig még ellátunk. És ettől nyilván, mint egy ilyen mesebeli csúcs, ott ő ül ott a fa tetején. Édesanyánk nagyon sok történetet mesélt róla, ő hosszú ideig tulajdonképp ők nevelték Ápril Lajos és a felesége kiskorában, és mondjuk ami valóban igaz, hogy a nagyapánk legendásabb volt, tehát neki Áprilival kapcsolatban inkább olyan történetei voltak, hogy egy-egy családi kirándulás előtt már egy órával felöltözve kalapban és fényesre lakkozott cipőben ült, és várta az indulást, tehát hogy annyira pontos volt, annyira félt attól, hogy valahonnan elkéssen, hogy mindig mindent hamarabb teljesített. Igen, ez azóta is így van a családban. Úgyhogy, de nagyon sokat mesélt róla édesanyánk. Tehát mi nem ismertük, de a történetei azok részei voltak a gyerekkorunknak. Mi arra gondoltunk, hogy a Hadikirodalmi Szalonban igenis itt van a helye Ápril Lajosnak, és egy olyan csomagba tettük bele, egy olyan köntösbe tettük bele, amit igazából a közönség nagyon szeret, ez a generációk estje, úgyhogy egy ilyen speciális generációk estjét hirdettük, mert hogy ugye a leszármazottakat hívtuk meg, hisz természetesen Ápril Lajos vagy a fiát, a szintú úgy híres alkotót, Jékeli Zoltán nem tudtuk meghívni, viszont Péter Fiborit, Péterfi Saroltot, és Gárlóci Márton. Mi mással is kezdődhetett volna az est, mint egy rövid verssel. Péter Fibori dédapja versét szavalt el. Ápril Lajos a kor falára. Itt éltem én is, rabkoszton, vizen. Itt lázadoztam, itt zúzottam össze. Egy vak poroszló, szárnyam és tüzem, ez zord időcellába börtönözte. De néha, túl a rácsozott időn, csillagmezőket lobbantott a távol. Szél jött, és megtelt hervadó tüdőm a végtelenség fenyves illatával. Olyankor ráztam gúzsos szárnyamat, kitörtem volna óriás terekre, s ősökre néztem, gazdag és szabad, aranyformáló régi mesterekre. S gondoltam rá, ki jő 100 év után, arcába tűz, az új világ sugára, s szent szánalommal néz majd vissza rám, kortól kifosztott koldus dédapára. A Marcival másodunokatestvérek vagyunk, tehát mi édestestvérek, és Marcival pedig másodunokatestvérek, tehát Áprili a közös ős, ugye, ahonnan ki tudunk indulni. Tehát a mi nagypapánk, Jékeli Zoltán, és az ő nagymamája, Jékeli Márta voltak testvérek. Úgyhogy így van a rokonság. Én sokszor a völgyet, azt a visegrádi völgyet szoktam, mint egy ilyen szimbólum ilyenkor elképzelni, ahol mi is nagyon sokat voltunk gyerekként, meg még most is vagyunk, ahol végül is így letelepedett, vagy megtalálta Áprili végül is Magyarországon így öregkorában a békéjét,
És valahogy ez az egész, ahogy kinéz, tehát hogy ő ezt megtalálta, épített egy házat, akkor ez még egy ilyen puszta, nagyon szép ilyen mező volt végül is, egy domb. És akkor ott ő épített egy házat. És akkor, ahogy jöttek a gyerekek, akkor lett a fiának, a másik fiának, akkor azok elfelezték a telkeket, és akkor lett már azoknak az egyik fiának, a másik fiának. És így szétaprózódott, és közben megnőttek a fák, és ilyen brutális már ilyen erdő, meg az egész ilyen nagyon furcsa lett, és ilyen nagyon más. Mi a szüleinktől, te is az édesanyádtól, aki még ugye ismerte, 11 éves volt, amikor ugye az édesanyád, amikor Lajos meghalt, hogy még róla igazán kézzelfogható történeteket tudunk hallani, amik nyilván gyerekkorunkban inkább ilyen meseszintűek voltak, és aztán ahogy nőttünk föl és ébredtünk tudatunkra, úgy ismertük aztán meg a valóságot, a valóságnak nagyon sok borzalmas részét, aztán azt, hogy ez micsoda történelmileg sújtott, rettenetesen pehes generáció volt ezzel a két világháborúval, és tehát ahhoz képest tényleg a mi életünk milyen balett, amin ez a generáció keresztül kellett menjen, és valahol egy igazodási pont, ami ellen nyilván az ember sokszor lázad, amikor emlékszem, nekem sokszor kellett olyan sznobizmussal, vagy nem is tudom, furcsasággal találkoznom, amikor ilyen alternatív színházakban játszottam, ugye, ami igazából világhírű társulatok voltak, és hát most már színházi történelem, például a Krétakör, és akkor azért nagyon sok ilyen idősebb dédapámat, nagyszüleimet ismerő ember mondta, hogy hát, hogy belőlem nem lett semmi, ugye, mert nem tudom, hol játszom a... És tehát hogy nyilván külön-külön meg kellett küzdeni, én azért mindig hárítani szoktam ezt a teherkérdést, és azt szoktam mondani, hogy mivel én nem író vagy költő akartam lenni, például mint Marci, nekem könnyű, mert szín semmi köze senkinek, nagymamámon kívül. Tehát én így szoktam visszadobni ezt a labdát, hogy végülis színész, nagyjából én voltam az első ilyen értelemben. Nekem sok ez a család, nagy ez a súly. 81-ben, amikor én születtem, akkor a Zsoli, a ti nagyapátok adott egy hajdú mosógépet édesanyámnak, ami azóta is működik. Tardon, a vidéki házunkban azt használjuk a mai napig. De utána ő meg, tehát azért jutott csak eszembe, hogy mi őket már nem ismertük, tehát te igen. Nekem meg én, ahogy te anyád, amikor áprili meghalt, 11 volt, én meg az 12 vagy 13, amikor az én nagyapám a Jékeli meghalt. Tehát 13 voltál? 13. Húgom, jobban emlékszem. És aztán, hogy ki hogy kezeli ezt a terhet, ez igazából attól függ, hogy kik házasodnak vagy nősülnek be a családba, mert addig végül is békésen zajlik a családi élet, amíg a testvérek vannak ott. Nekem is van 4 testvérem, és velük a viszonyom egészen addig makulátlanul, tehát tökéletes, amíg meg nem jelennek a benősülő vagy beházasodó. És az nézek kicsit, is rá. De hát ez normális egyébként, ez nincs ezzel probléma. Úgyhogy most már volt nekem egy, aki ezt a borítót csinálta, ez a könyvhöz, egy japán barátom, aki eljött oda, és én szorongva lépek már be abba a völgybe, és mikor jöttünk haza, mondta, hogy milyen csodálatos ez az egész, hogy ez a rengeteg unoka, és tehát ő külső szemben... Nagyon tetszett neki, emlékszem. Nézve ez egy csodálatos család, ott mindenki boldog, rohangál föl alá. Végül is így is van. Az esten bemutatta Gerlóci Márton családi naplók levelezések felhasználásával készült új könyvét is. A Mikecs Anna altató című kötetben nagyanyja Jékeli Márta és dédanyja Séfer Ida, Áprili Lajos feleségének emlékiratai is olvashatók.